konzervatív szervezetek megelégelték a diáklázadásokat, és arra szólították fel a tiltakozó fiatalokat, hogy üljenek vissza az iskolapadba, és hagyják inkább tanulni a többieket is. A renitens hallgatói és oktatói szervezetek viszont inkább fokozták az aktivitásukat. Vendégeink a két oldal képviselői, Mindszenty Andrea professzorok Batthyány körétől, Csontos Szandra az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségtől, valamint Barabás Rihárd a hallgatói és Herman György az oktatói hálózattól. Jó estét kívánok! Jó estét. Korábban a népszavazás idején mind a professzorok Batthyány köre, mind az X támogatta és a Fidesz-szel együtt szavazott a tandíj eltörléséért, a tandíj ellen. Miért változtatták meg a véleményüket? Nem változtattuk meg a véleményünket. Akkor ugye azt a nézetet képviselték, hogy ne legyen tandíj a felsőoktatásban, és ezt elfogadhatatlannak tartották. De azóta számos dolog történt. Megcsinálták a diákhitelt, tehát a gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy ha másként nem, akkor a diákhitel alkalmazásával kisegítsék magukat, és elvégezhessék akkor az egyetemet. Akkor is volt egy diákhitelrendszer. Felolvasom, hogy mit nyilatkozott ebben a témában annak idején az X. A szocialista liberális kormány ifjúság politikájáról mindent elmond a tandíj bevezetése, amivel átvágták az embereket, mert azt ígérték még a kampányban, hogy nem lesz tandíj. Azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy nem átlagos dolog a tandíj, hiszen a gazdaság teljesítményéhez mérten óriási terhet jelent a hallgatóknak kifizetni 105 ezer forintot, nehéz anyagi körülmények között élőktől pedig ezzel elveszik a továbbtanulás lehetőségét. A Fidesz vezette kormány egyszer már eltörölte a tandíjat, és ha újra jövünk, ismét eltöröljük. Ez hangzott el az X egyik vezetőjének a szájából 2005-ben. Mi történt azóta? Nem beszélünk tandíjról. Tehát köszönöm szépen ezt a kérdést. Tandíjról nincsen szó, hiszen államilag finanszírozott formában be lehet tudni menni a felsőoktatásba. Tehát tulajdonképpen teljesen különböző dolgokról van szó. A tandíj az, amit mindenkinek fizetnie kell, azonban, hogyha valaki jól teljesít, akkor ezeknek az eredményeképpen államilag finanszírozott helyekre tud bejutni. Barabás Rihárd, tandíj vagy nem tandíj, ami ellen tiltakoznak? Nagyon érdekes Pokorni Zoltán szavait idézem, aki ugye azt mondta, hogy mi változott a tandíj neve, mondta ezt ő. Na most azt látni kell, hogyha van 16 olyan szak, egyébként 17, mindenhol elmondom, hogy Nyíregyházán van egy repülős szak, ahol ugyancsak 5 ember szokott járni, de mégis az is így megszűnt, nem megértem, hogy mindenhol elmondom. Tehát az a lényeg, hogyha vannak olyan szakok, ahol a többitől eltérően valamiért húzunk egy határvonalat, ami meggátolja az embereket, hogy ugyanilyen arányban kerülhessenek be, illetve meggátoljuk azt, hogy a piac szabályozza azt, hogy mennyi ember kerül be mondjuk egy adott szakra, illetve a hallgatók akarata szabályozza azt, akkor azzal gyakorlatilag szűkítjük azt a kört, tehát több embernek kell fizetni, tehát egyértelműen ők, nekik fizetniük kell majd a többi szakhoz képest, tehát noha ennek nem tandíja neve ilyen értelemben, de lényegét tekintve ez egy tandíj. De ez a piac kifejezés nekem megütötte a fülemet. Nem örülök neki akkor, amikor a felsőoktatással kapcsolatban a piacot emlegeti bárki. A felsőoktatás arra való, hogy kiművelt emberfőket állítsunk elő a nemzet számára. Ezt nem a piac szabályozza, mert ugyanis az a helyzet, hogy amikor egy gyerek bejön az egyetemre, akkor ki tudja azt előre, hogy 5, meg 6, meg 8, meg 10 év múlva pontosan mi lesz. Tehát nagyon nem jó dolog azt mondani, hogy aktuális piaci követelményekhez igazodva próbáljuk meg bármilyen módon az egyetemi oktatást szabályozni. Tehát, és ez a tandíjra is vonatkozik. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy tandíjat mindig is kellett fizetni. Lehet az egyik, hogy ez egy szimbolikus összeg volt, ami érthető, mert Magyarországon az értelmiségnek a fizetései nincsenek arányban azzal, mint amit nyugaton tapasztalunk, ahol sokkal nagyobb tandíjakat szednek, de az értelmiség fizetése is nagyobb. De egy szimbolikus tandíjat igenis kell szedni, mert az ingyen dolgok azok mindig egy kicsit gyanúsak. Tehát valamennyit igenis azt gondolom, hogy kell, és ha emögött van egy diákhitel lehetőség, vagy egyéb például államilag finanszírozott képzésbe át lehet kerülni, akkor én azt gondolom, hogy ez korrekt. Herman György? Én ezt azzal szeretném kiegészíteni Barabás Rihárdnak a hozzászólását, hogy azt ne felejtsük el, hogy az államilag meghúzott keretszámok azok abból a szempontból nagyon problémásak, hogy ezek egységesen az összes egyetemre vonatkoznak, tehát az egyetemek közötti versenyt, azt a fajta piacot is ellehetetlenítik. Mit ért ez alatt, elnézést, ez nem teljesen világos számomra? Ez alatt azt értem, hogy abban a pillanatban, hogy teljesen egységes országosan a keretszám adott szakra. Abban a pillanatban nyilvánvaló, hogy a nagyobb presztízsű fővárosi egyetemeket fogják preferálni a hallgatók, nem pedig a vidéki egyetemeket, és ez a vidéki egyetemeknek nagyon nem jó. Tehát felborul ez a fajta
versenyhelyzet, versenyegyensúly, továbbá a minőségi kontroll is romlik, hiszen nem lesz érdeke, kevésbé lesz érdeke az egyetemeknek ezek után azoknak, amelyekbe a több felsőoktatási hallgató kerül. Mert István, amikor arról beszélt az előbb, hogy majd el fog dőlni most a felvételik után, hogy egyáltalán hova, hány diák jelentkezett, és lesznek szakok, amiket majd nem is lesz érdemes elindítani. És azt gondolja, hogy nem Budapest-centrikus volt ideig a jelentkezések többsége? Tehát a diákok többsége nem Pesten szeretett volna tanulni, akár vidéki diákokra is gondolok ez alatt. De én úgy gondolom, hogy eddig is ugyanez volt a helyzet, de ez tovább torzítja a rendszer. Egyébként a professzorok Badgyányi körének a pécsi szervezete kiadott egy nyilatkozatot nemrég, ahol azt mondták, hogy a hallgatói hálózat csak a zavarkeltésben érdekelt, és egy politikai szervezet áruhában. Ezzel ön egyetért? Én azt gondolom, hogy ebben a számháborúban és ebben a háborúban nem mennék bele, mert itt a pécsi szervezet... számokról volt szó, nem minősítgetésről. Akkor a minősítgetéssel kapcsolatban is ebbe azért nem mennék bele, mert a pécsiek biztos tudják, hogy miért ilyen stílusban fogalmazták azt a bizonyos nyilatkozatot, amely nyilatkozatnak azonban a tartalma az az utolsó pontig vállalható. Tehát mert egyetért az... azzal, hogy politikailag motivált zavarkeltésben érintett szervezetről van szó? Nem, azt mondtam, hogy azt nem tudom, hogy a pécsieknek mi volt az okuk arra, hogy ezzel nyitották a nyilatkozatot, de a nyilatkozatnak a tartalmi része... Önnek mi az oka arra, hogy a tartalmi részével egyetért? Az az okom rá, hogy én úgy gondolom, hogy ez az egész dolog egy sokkal komplexebb kérdés, mint hogy itt most a tandíjról kezdtünk el vitatkozni. Ugye azt lehet látni, hogy a diagnózis úgy szól, hogy az egyetemek, kiemelten a nagy egyetemek, ahová ugye rengeteg hallgató odatódul, azáltal, hogy néhány évvel ezelőtt eltörölték a felvételit, azáltal, hogy megalkották a fejpénz alapú normatámogatást, tehát a hallgatói létszám alapú normatívát, ezáltal az egyetemeket belekergették egy olyan csapdába, hogy iszonyatos mennyiségű hallgató kerül be az egyetemekre, ráadásul szűrés nélkül. Tehát a jelenleg az egyetemeken a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak egy jelentős része nem odavaló. Na most azáltal, hogy nem odavaló, azáltal ezek a gyerekek nem pozitíven részesültek abban, amit úgy hívunk, hogy egyenlő vagy esélyegyenlőség, hanem ezek a gyerekek állandóan frusztrálódnak, mert ha bekerül egy gyerek, aki nem odavaló, állandóan utóvizsgázik és újra utóvizsgázik, terheli az oktatói személyzetet, ráadásul abszolút frusztráció neki az egész egyetem, esetleg 8-9-10 év múlva ott kell, hogy hagyja, nem fog diplomát kapni, pedig lehet, hogyha a kezdet-kezdetén egy felvételén kiderült volna, hogy ő nem odavaló, akkor neki sokkal megfelelőbb irányba indult volna el, és ebből boldog nem lenne. Nem tudom, hogy következik az, hogy ez egy áruhás politikai szervezet, de mit én szól ehhez a megállapításhoz egyébként Barabás? Nagyon szeretnék reagálni, mert nagyon sok esetben elmondtuk már, hogy nem vagyunk áruhás politikai szervezet, és nem áll mögöttünk senki, és ennél sokkal érdemű kérdésekről kell beszélnünk, ezért most vissza is csatlakoznék két dologhoz. Én azt gondolom, hogy senki, ez maximálisan egyetértek, hogy senki nem tudja megmondani a jövő piacát és a piaci igényeit. Egyébként nagyon érdekesebben egyezik a véleményünk, ugyanis mi pont ezt róljuk most fel a kormánynak, hogy miért olyan piaci szereplőkkel egyeztet, akik valószínűleg a saját igényeinek megfelelően akarják majd ezt a képzést átalakítani. Ugye? Na most itt a másik kérdés viszont az, hogy bár az egyéni ember nem tudja megmondani, de mégiscsak az van, hogy a hallgatón, ugye benne mozog a mindennapok életében, vannak szülei, barátai, rokonai, felmenői, akiktől hall mindenféle információt, tehát azt mondhatjuk, hogy ha egy ember nem is, de az emberek és hallgatók összességének egy viszonylag korrekt képe van arról, hogy milyen tendenciák vannak jelenleg éppen a itthoni piaci életben, tehát azt mondhatjuk, hogy a jelentkezések összességében egy olyan mintát fognak kirajzolni, ami a jelenlegi igényeknek maximálisan megfelel, tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy hagyjuk, hogy mindenki szabadon eldönthesse azt, hogy hova jelentkezik, és majd ennek függvényében osszuk szét azokat a férőhelyeket és pénzeket, amiket egy állam tud biztosítani ebben a helyzetben, és éppen ezért nem fér az belőle, pont azokat a szakokat vágjuk meg, amik a legkedveltebbek. Tehát ha jól emlékszem a statisztikákra, ezt a bizonyos 16 szakot a tavalyi évben a felvételizők 30 pár százaléka jelölte meg első helynek, és összesen 50% jelölte meg, tehát úgyhogy vagy első, vagy második helyen. Azt gondolom, ez egy nagyon nagy arány, és nagyon érdekes, hogy pont ezeket a szakokat vágjuk meg. Azt gondolja, hogy ennyire tudják a hallgatók, hogy melyek a piacképes szakmák, tehát hogy a diplomát szerzett emberek többsége el tud helyezkedni, vagy majdnem mindenki? Hát van valaki szerint másnak jobb véleménye és pontosabb információja arról, hogy mik a piacképes szakmák? Feltétlenül pont azért akarták itt teljesen megszüntetni az állami finanszírozást, mert hogy az államtitkárság is úgy gondolta, hogy ezek a piacképes szakmák.
A gazdaság szereplőit is említette, és erre visszautalnék, hiszen ők azok, akik foglalkoztatják ezeket az embereket. Tehát tulajdonképpen őket kizárni, meg nem figyelembe venni, az egy kicsit értelmetlennek tűnik számomra. Teljesen jogos, amit mond. Erre van egy nagyon egyszerű mód, indíthatnak ösztöndíj rendszereket, azt mondhatják, hogy mi, nekünk szükségünk lesz mondjuk 30 darab papagájfestőre, és akkor indítunk 30 ösztöndíjas helyet a papagájfestő szakon. És esetleg utána akkor lehet velük szerződés kötni, tehát ez egy másik helyzet, mert ez egy piaci szerződés, és ezekkel a cégekkel, szervezetekkel lehet szerződést kötni, hogy az ösztöndíjért cserébe ennyi évet nálam fogsz dolgozni, vállalod-e vagy sem. Tehát ez egy járható út, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy piaci szereplők ott ülnek, strukturális átalakítások megtörténtekor, ami egyértelműen a rossz felé billentheti a mérleget, mert nem az ő dolguk, illetve nem az ő érdekeiket kell elsősorban figyelembe venni, hanem a magyar értelmiség, illetve nem is a magyar értelmiség, hanem a Magyarország lakóinak az érdekét, az ilyen rendszer szintű átalakításoknál. Magyarország lakóinak az érdeke az, hogy el tudjanak helyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elhelyezkedik, akkor fizet is adót, és ez a magyar lakosságnak is jó. Ha nem tud vele elhelyezkedni, mert nem megfelelő szakmát választott, és emiatt nem sikerült neki, vagy túl sokan voltak azon a szakon, akkor mit csinál vele? Értem, na most itt egy alapvető tárgyi tévedés van szerintem a kormányzat részéről és ebben az egész kommunikációban, ugyanis nincs olyan információ, ami azt mutatná, hogy ezen a bizonyos 16 szakon túlképzés lenne. A felvi.hu-n van egy diplomás követőrendszer. Ennek a statisztikái azt mutatják, hogy pontosan ugyanannyian tudnak elhelyezkedni, mint ezekről a szakokról, sőt azt is mutatja ez a rendszer, hogy gyakorlatilag a diplomával sokkal nagyobb eséllyel tud az ember az adott illető elhelyezkedni a munkaerőpiacon, valamint az is egyértelműen látszik, hogy sokkal kisebb arányban érintette például a válság a diplomásokat, mint azok, akik nem rendelkeznek semmilyen felsőfokú képesítéssel. Azt senki nem állította, hogy a diploma az nem fontos dolog, viszont akkor hagyd mondjam el, hogy én december 18-án államvizsgáztam, és nem vagyok benne ebben a diplomás követőrendszerben, tehát én nem képviselem ezt a statisztikát, és azt gondolom, hogy nem csak én vagyok az egyetlen, aki nincs ebben benne. Én ezzel csak azt állítottam, hogy a kormánynak sincsenek ennél pontosabb információi, tehát nem lehetnek arra pontos információ, hogy miért pont ezeken a szakokon végzett diszkrimináció. Kezdtünk, vagy hogy csináljuk? Ugyanakkor viszont elég pontos információink vannak arról, hogy hány végzett orvos távozik külföldre, és ebben egyre inkább szerepe lesz annak a rendszernek, amely pillanatnyilag arra a választásra, legalábbis a jelen helyzet szerint úgy tűnik, hogy arra a választásra fogja kényszeríteni a hallgatókat, hogy válasszanak a között, hogy aláírják ezt a bizonyos röghözkötési szerződést, avagy tandíjat fizetnek. Most ez konkrétan az orvosok esetében, mivel a tandíj az igen magas, ez lényegében a között választhatnak, hogy a képzésük végére vagy hatalmas adósságot halmoznak fel, ez több milliós nagyságrendű, avagy itthon maradnak egy nagyságrendileg 100 000-es nettó fizetésért. Miközben azért tudjuk, hogy az orvosoknak mennyit kell tanulniuk, és abban a pillanatban, hogy végeztek és munkába állnak, ott is rengeteg kötelességük, felelősségük van. Igen, ha már itt az orvostan hallgatókat emlegette a kolléga, akkor azt gondolom, hogy ezt sem lehet szó nélkül hagyni. Vannak más szempontok is, nem biztos, hogy csak a fizetés az elsődleges szempont. Hogyha az Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett hallgatóknak, épp a minap hallottam a rádióban, 40%-a valóban külföldre megy a diplomája után, amit ingyen megkapott a nemzettől, és ugyanezzel egy időben itthon tudjuk, hogy betöltetlen orvosi állások vannak, akkor az valahol nem jó. Tehát ezen valamilyen módon segíteni kell. Tehát én szerintem most ne a tandíjjal háborúzzunk, hanem jó lenne arról beszélgetni, hogy hogyan, tehát jó lenne, hogyha valahogy azt lehetne kitalálni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. És egyébként a másik kollégának, aki itt ül szembe, azt mondanám, hogy az, hogy a kormánynak, vagy az oktatási kormányzatnak nincsenek információi arról, hogy mely területeken van esetleg túlképzés, és hol van hiány, azt azért én kétlem. Azt például pontosan lehet tudni, hogy fizika tanárból nagyon kevés van. Valószínűleg jogászból, meg menedzserből egy picivel több van. Most nem szeretnék belemenni a részletekbe a szakmákkal kapcsolatban, mert mindegyikre szükség van nyilván. De azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel azért az oktatási kormányzatnak valamiféle információja volt, aminek az alapján az döntött, hogy támogatja a természettudományos tanárképzést, meg a természettudományokat és a műszaki tudományokat, és talán ehhez képest egy picit visszafogja a másikat, amit meg lehet érteni, mert hát egészen egyszerűen korlátos mennyiségű pénzből kell nyilván az egészet finanszírozni. Egy nagyon rövid kérdés, még egyetértenek azzal, hogy a röghözkötést alkotmányban rögzítsék? Én ezt először is nem nevezném röghözkötésnek, azt gondolom, hogy az elvet, azt, hogyha valaki
elvárja azt, hogy ingyen tanulhasson, tehát a nemzet finanszírozza az ő tanulmányait, annak igenis, amennyiben itthon van álláslehetőség... Az alaptörvényben a helye? Stratégiailag az alaptörvényben a helye, hogy aki ingyen akar tanulni, az valamilyen módon ezt térítse vissza a nemzetnek, én ezt így gondolom. Barabás, egy rövid reakció. Bocsánat, én bármilyen jogásszal beszéltem eddig, ők mindannyian azt mondták, hogy jogtechnikailag ez teljesen abszurd, hogy az alaptörvény ilyenekkel foglalkozzon, az alaptörvénynek nem ez a dolga. Azzal az a lehetőséget ebben... biztosítja meg, elnézési közbeszólók, tehát ez nem rögzít semmit, ez a lehetőségét stratégia. Adja meg, és utána a kerekasztalnak a határozata alapján születhet meg erről. Tehát, ha arról van szó, hogy belejöttünk valamit az alaptörvénybe, az biztos nem véletlenül tesszük, hogy lehetőséget biztosítson valamire, de utána az ezt kötelesség. Tehát nem tudom, hogyha ingyen szerez egy... A bíróságtól veszi el, hogy ebben még hibát találjon. Én azt gondolom, hogy talán jogi vitákban nem menjünk bele, mert egyikünk sem jogász. Én csak annyit mondtam, hogy azt helyesnek tartanám, hogy azt a stratégiát valami nagyon magas szinten fogalmazzuk meg, hogy igenis, hogyha valaki elvárja, hogy ingyen tanulhasson, akkor valamit térítsen belőle meg a nemzet. Csak annyit, hogy érzek, hogy ez azért rögzítés, és van itt egy időkeret, amit itthon el kell tölteni. És erre semmilyen garanciát nem ad semmilyen hallgatói szerződés, hogy az adott ember után el tud helyezkedni, vagy a képzettségnek megfelelő fizetését tud elhelyezkedni. Ezért van az időintervallum, hogy az alatt az időszak alatt ezt meg tudja tenni. Tehát nem arról van szó. Bocsánat, hogy az ember mondjuk 10 évig elmegy külföldre, hogy addig éljen, mert itthon nem kap munkát, 10 év után teszem fel mondjuk családot alapít, egzisztenciát épít fel, miért jönne vissza? És mit tudja erre rákényszeríteni? Ez az egyik kérdés. Ha igen, kapja a diplomáját és ki akar menni, akkor ezt kifizeti utána az államnak, hiszen az adófizetők ezt megfinanszírozták önnek. Azért finanszírozták meg, mert magasabb lesz a fizetése, ez nekünk jó, erre szükség van. Ne feledkezzünk meg, hogy ez az Unióban egyedülálló, van az Unióban, amelynek Magyarország is a tagja. És az Unió az deklarálta azt, hogy az egyik alapérték a mobilitás. Bocsit, nagyon fontos, ez nem zárják a mobilitást, elnézést kérek. Nincs időnk folytatni most ezt a vitát, de önök még nyilván folytatni fogják a nyilvánosságban is, és különböző fórumokon is. Köszönöm szépen, hogy most eljöttek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.